A főnök előírhatja a munkahelyen az öltözéket? Érdekes kérdés, és ez a múlt héten szóba is került, úgyhogy erről lesz szó, valamint a kockásingről, a stílusról, meg a kommunikációról. Elég sok minden érdekes dolog lesz ma. Üdvözöllek mai napi vitaminban, amely segít vállalkozások fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Szóval Magyarországon lehet, hogy a multiknál ez nem merül föl, hiszen eleve előírják a dresscode-dal, magyarul az öltözködési szabályzattal, hogy hogyan és milyen módon öltözzél mondjuk egy munkahelyen. De a kérdés az, hogy jogilag előírhatja-e, vagy a kisebb céged van előíratott, hogy például nyáron ne üljenek a munkatársak rövid nadrágba és rövid be, vagy például azt mondta ez a hölgy, hogy teljesen no-go, magyarul elképzelhetetlen, egy minőségi irodába, például szandálba jöjjenek a kolléganők. Szóval egy stílus tanácsadó volt nálunk múlt héten a Mastermind csoportban, és nagyon érdekes volt, mert egészen a White Tide, tehát a, a legexkluzívabb angliai társadalmi eseményeken előírt szabályoktól mentünk a casualig, ami egy ilyen általános, laza, öltözéket jelent, és nagyon érdekes volt, hogy olyan reagáltak a többiek rá. Igazából az derült ki, hogy amikor egy irodában dolgozol, vagy egy vállalkozásod van, és vállalkozó vagy, akkor alapvetően az öltöny nyakkendő, ha bár az nem feltétlenül kell mindig, de az öltöny, akár egy, vagyis pontosan egy zakó, egy nadrággal, az igazából az alapkövetelmény lehet. De a kérdés az, és meg is kérdeztem a hölgyet, hogy törvényileg egyébként mit lehet előírni, mennyire lehet beleszólni, hogy hogyan hordja, vagy milyen ruhát hordjon egy munkatárs. Erre nem tudott válaszolni, azt mondta, utána fog ő is nézni. Ez az érdekes, mert a nyugaton, már mint Németországban, Ausztriában hallottam erről már egy keveset, és kíváncsi a te véleményedre, hogy te mit gondolsz hogy mennyire lehet beleszólni. Mert akárhogy is vesszük, egy munkatárs, az képviseli a cégünket, képvisel minket, és nyilván nem jelenhet meg akármilyen módon. De hol van az a határ, ahol bele lehet szólni? Szerinted egyáltalán előírhatja -e konkrétan, hogy milyen hajjal, nem rasta viseletben, rövidgatjában és NDK szandában jön be mondjuk egy munkatárs, aki ügyfelekkel dolgozik. Szóval mennyire lehet előírni? És mivel szólhat bele a főnök? Vagy amikor felvétel van például, egy munkaerőt interjúzó például, egy jelentkezőt, akkor hogyan kell öltözni, vagy az öltözék alapján dönthetsz -e például úgy, hogy nem veszed föl, vagy lehet ez egy indok, hogy ilyen öltözetben nem lehet megjelenni mondjuk munkahelyen nálunk. Szóval az első benyomás az nagyon fontos, ez a volt a másik, amit kiemelt az elején, ez a bizonyos stílus tanácsadó hölgy, innen jön az, hogy nyilván az öltözéket elő kell írnia, vagy előírhatja a főnök, attól függ persze, hogy a törvény mit enged. És azért érdekes ez, mert rám vonatkozva is, mert én itt beilleszkedve Ausztriában bizonyos tárgyalásoknál a helyiekhez alkalmazkodva ilyen trachten, tehát ilyen kicsit népviselet, de ez ilyen hétköznapi kockásing, ez a bizonyos zakó, amit szoktam hordani, ez az általános, és ebben szoktam megjelenni, de az a baj, hogy érdekes, amikor a kultúrák találkoznak, akkor, akkor, megváltozik a jelentésük. Tehát itt a kockásing egy piros kockásig mondjuk egy teljesen normális hétköznapi viselet, akár egy zakóval üzleti szinten is elfogadott, és nem csak ilyen ünnepnapokon használják, vagy veszik föl, mint Magyarországon a népviseletet, hanem egy minden mindennapi dolog. Igen, de Magyarországon köszönve a azt hiszem, talán valami politikai vezetőnek, nem tudom pontosan ki amikor egy kockás inges tanárt szóltak le, aki a, az oktatásért emelte föl szavát. A kockás ingre gyakorlatilag ráragadt egy ilyen lenéző dolog érdekes módon, úgyhogy nekünk is be kellett látnom, és mondták is a többiek, hogy hát azért a kockás inget, ahhoz a tudáshoz, meg ahhoz a témához, amit a videóban csinálok, azért félre kéne tenni. Úgyhogy engedve a divad, mastermind csoportjának, és engedve persze a stílus tanácsadó hölgynek, ezen a héten négy, négy, inget fogok felpróbálni, és abban kérlek, hogy segíts ebben kiválasztani. Nyilván zakot nem fogok venni, mert megsülnek itt a stúdiómban, a lámpák előtt, de négy ing lesz, amit fel fogok próbálni, úgyhogy most érkezett meg, izgalom, hoztam el a poster, az angliai kollekciót, egy eredeti angol divatházból rendeltem meg, ezen négy inget, és kérlek majd pénteken az utolsó videónál, amikor ezeket megmutatom, kérlek szavaz majd, ez az első számú ing, tehát majd a számmal fogsz tudni szavazni. Szóval ahhoz, hogy megjelenj valahol nyilván illeszkedni kell az öltözetnek, és megpróbálom ebbe én is kiválasztani a legjobbat, ami, Nektek a témához tetszik, tehát azt, arra kérlek titeket, hogy lehet, hogy akinek tetszett a kockás ing, de az üzleti, a sikervitaminhoz valóan kérlek segítsen, hogy kiválasztjuk a legjobb inget, vagy a legjobb irányt, és akkor abba az irányba fogok menni. És ha már itt tartunk a bizalomnál és a megjelenésnél, akkor nagyon fontos a kommunikáció. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó hírem van mai naptól, tehát pontosan mai naptól hozzáférhető a kommunikációnak a második része, a Judemin még hozzá egy egész komoly 50%-os kedvezménnyel, hogy meg tudod nézni, hogy a videó alatt a hozzászólás vagy a leírás részben meg tudod kapni azt a linket, amivel meg tudod venni féláron, és hát ha megnézed egyébként az egyes részét, a kommunikáció szupermenje első rész, aminek nincsen mellette a szám, csak annyi kommunikáció szupermenje. Ha ezt megnézed, akkor egészen kiválók az értékelések, azt 67-en vették meg eddig, és most jelent meg a második része. A második rész tulajdonképpen a kommunikációnak egy fejlette formájáról, a tárgyalás és a megbeszélésről szól, tehát egy egészen érdekes, és az, az arról beszélgettünk, hogy amikor a Mastermind csoporttal ezt át is dolgoztuk, tehát feldolgoztuk, a múlt héten, kettő csoporttal is, akkor felmerült az a kérdés, hogy az élet milyen területén lehet használni ezen technikákat, Tudnék ebben a 28 darab videóban összesen 19 úgynevezett szerszám vagy eszköz található, kérdezéstechnikai, konfliktuskezelés, és meg tudod nézni egyébként a leírásba nagyon sokféle terület. Szóval a bizalomépítéshez fontos nyilván az öltözéken kívül a kommunikáció, és van egy szabály, amiről tulajdonképpen, amihez tulajdonképpen eszközöket találsz ebben a nevezük úgy szerszámos ládában, tehát a kommunikáció kettes részében, méghozzá hogyan edd el magad, nyilván először az első feladat az, hogy magad elad, amikor tárgyalsz valakivel, kommunikálsz, vagy pedig egy megbeszélést tartasz, mondjuk egy új helyen dolgozol, vagy egyáltalán egy projektet kell megbeszélni, először magadat kell eladnod, aztán el kell adnod a cégedet, és az eladást az azt jelenti, hogy bizalmat kell tenni, befogadást, elfogadást elérned, és utána jön, ha már a cégedet és téged is elfogadtak, akkor nyilván az a termék, szolgáltatás, vagy projekt, vagy cél, ami fontos lehet. Az kiderült, hogy tulajdonképpen a cégvezetőtől az értékesítőkig mindenkinél fontos az értékesítés, abban való kommunikáció, és ebben nyilván a tárgyalás eszközei nagyon hasznosak. Tehát ennek nagyon sok eleme volt, főleg kérdezéstechnika, vannak ilyen több lépéses, mondjuk egy öt lépéses segédlet arról kapcsolatban, hogy hogyan tudsz fölkészülni egy komolyabb tárgyalásra, van egy 4 plusz 2 részből álló teljes kommunikációs és tárgyalástechnikai program, ami alapján föl tudsz készülni egy nagyobb, hosszabb projektre, talán lehet, hogy egyébként. Egyetlen egy ilyen kommunikációs tréning elvégzése és annak az alkalmazása, attól függ persze mekkora a céged, de 10, 20, 30, akár 50 millió forintos kihatása is lehet éves szinten az eredményességedre. És hát nem mindegy, természetesen, hogyha például konfliktusba kerülsz, akkor itt vannak ilyen konfliktus, ilyen deeszkalációs, tehát a, a konfliktus kiterjesedést megszüntető vagy azt visszafordító eszközök amelyeket hát nagyon sok esetben használhatsz, hiszen nagyon sokszor az ügyféllel, ha nem tudtok hamar rövid időből egyességre jutni, akkor szükséged van arra, hogy csökkentsd ezt. Vagy például érdekes lehet akkor, ha reklamációid vannak. Nyilván az ügyfelek vagy a ti hibátokból, vagy a saját hibájából, vagy meg nem értésből, vagy hamis, vagy téves használatából, vagy mondjuk egy terméknek, lehetnek reklamációk. Ebben le vannak írva, és el, meg tudod tanulni ebben a háromorás anyagban, hogy milyen módon tudod megfordítani a hőbörgő mérges és akár a rossz híredet keltő ügyfelet megfordítani, és egy hűséges és visszatér ügyfélé átalakítani. Szóval, ez a, én azt gondolom Magyarországot egyedülálló és forradam, ilyen új anyag, amely ilyen kiterjedéssel még soha sehol nem volt elérhető, ezt most meg tudod rendelni egy jelentős kedvezménnyel, ami hát valószínűleg pár hétig tart összesen, hogy érdemes most megvásárolnod, vagy ha még nem jutottál hozzá az első részhez, akkor azt is érdemes egyébként, aki elvégezte az első szónak egy külön, még nagyobb kedvezmény jár, hiszen a hűséges ügyfelet jutalmazni kell természetesen. Szóval én azt gondolom, hogy ha ma dolgozol bármilyen területen, ha csak nem, mit tudom, egy traktort vezetsz, tehát magyarul teljesen fizikai munkát végzed. De mondjuk egy taxit vezetsz már, biztos, hogy igaz az, hogy vagy egy céget vezetsz, vagy ügyfelekkel foglalkozol, biztos, hogy igaz, hogy egy jó kommunikációval, figyelj, mit mondok, egy jó kommunikációval egy éven, két éven belül meg tudod duplázni a jövedelmedet. És ez lehet, hogy elsőre nagyon, nagyon meredeknek hangzik, vagy túl bátor ígéretnek, de gondold végig, hogyha mondjuk van tíz megbeszélésed az ügyfelekkel, és abból egyből vagy kettőből tudsz üzletet kötni. Ha ezt meg tudnád duplázni, akkor a jövedelmed is meg tudnád duplázni. Sőt, a jövedelmet úgy is tud duplázni, hogy nem kicsi, hanem nagy üzleteket kösz, mert profitárgyalással be fogsz tudni jutni olyanokhoz is, akikhez eddig lehet, hogy nem is mertél eljutni, mint cég. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos lehet, és kérlek ne feledd el az én kis mini projektemet, kérlek segíts ebben, hogy ez egyes számú ing, kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok, tudnék a cél és a feladat részemről az, hogy én is egy új stílust hozzak elő, biztos látod a videónak a színvilága is megváltott, egy egészen új stílust határoztam meg, és ehhez ingeket választok, letéve a kockás inget, várom a hozzászólásodat. Köszönöm, ha segítesz, és köszönöm azt is, hogyha elmondod, hogy szerinted a főnök mennyire írhatja elő, hogy hogyan öltözöl egy munkatárs, mondjuk nagyon meleg nyári napon akár, vagy akár télen, nagyon hidegben előírhatja -e? ahogy például a stílus hölgy mondta, hogy például egy bizonyos szint felett vezetői vagy irodai munkának, például a hölgyek nem viselhetnek nadrágot, vagy kosztum nadrágot, hanem például jó, hogyha, vagy fontos, hogy szoknyában legyenek, elő lehet ezt írni, vagy a mai MeToo világban ez meg megint egy újabb problémába ütközik. Várom az őszinte véleményed, és pénteken eldöntjük, melyik irányba kell mennem tovább. Köszönöm a segítségedet, szép napot, ciao.